Köszöntök mindenkit, a Sportrét című műsorunkat látják, egy fiatal sportoló lesz a mai vendégem, akit a jövő nagy reménységének tartanak. Fiatal kora ellenére már sok mindent elért, például a PMFC Mátiás labdarúgó csapatának első számú kapusa, illetve az U21-es válogatott tagja, Dibusz Dénes. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Szia, Dini! Szia. No, hát a következő percekben természetesen te leszel a fő témánk, beszélgettünk itt múltról, jelenről, jövőről. Szerintem kezdjük a legelején, sokokat érdekel szerintem, hogy hogy jött az életedben a labdarúgás, és miért pont a kapus posztot választottad? Igazából nekem úgy gondolom, hogy már alapvetően a testalkatomból is kiskoromban csak ez volt az egyetlen járható út így a focin belül, hogy kapus leszek. Igazából futni nem nagyon szerettem, labdaérzékem az megvolt, így kézzel is, úgyhogy eléggé egyértelmű volt az, hogy én a kapuban fogom kezdeni a pályafutásomat, és hát mivel ugye egészen jól ment kiskoromban is, ezért ott is ragadtam. Tehát azért próbálkoztam mezőnyben is, mert szokták mondani, hogy aki annyira nem ügyes lábbal, az kerül általában a kapuba. Igen, én alapból ugye a kapuba kezdtem, de hát persze mindenkiben van azért egy kis vágy arra, hogy gólokat lőjön, és a mezőnyben is kipróbálja magát. Úgyhogy voltak ilyen iskolás bajnokságok, ahol inkább ugye mezőnyben játszottam, de a klubcsapatban ott mindig kapuba álltam. Hány éves voltál, amikor elkezdted komolyabban a focit? 7 éves koromban kerültem be Pécsre a meccsek góliáthoz, a Nagy Olivérék által. Ugye ő is Sején lakott akkoriban, és mi akkor együtt jártunk be Pécsre edzésekre. Sejéről, amikor ez így megfogalmazódott benned, akkor konkrét elképzeléseid voltak ezzel a sportággal, komoly terveid, vagy csak egy szimpla hobbiként kezelted ezt a történetet? Hát akkoriban nekem még úgy nem voltak igazából komoly terveim ezzel, nem gondoltam bele, hogy mi lehet belőlem esetleg, vagy a felnőtt koromban ez mit jelenthet számomra, úgyhogy akkoriban én csak a foci szeretete miatt, illetve amiatt, hogy úgy gondolták, hogy érdemes lenne megpróbálnom itt Pécsen is komolyabban foglalkozni a focival, ezért ugye éltünk ezzel a lehetőséggel, és hát nem bántuk meg. És amikor telt múlt az idő, és ugye jártál be Sejéről Pécsre edzésekre, és egyre jobban ment, akkor már biztos azért megfogalmazódott benned valami, hogy érdemes ezzel a sportággal foglalkozni? Igen. Úgy gondolom, hogy ilyen 15-16 éves lehettem, amikor így komolyabban elkezdett foglalkoztatni ez a gondolat, hogy tényleg én labdarúgó legyek így a felnőtt életben is, és akkor már ennek rendeltem alá minden, természetesen az iskola mellett, amit ugye szüleim is nagyon fontosnak tartottak, hogy ezzel párhuzamosan ott is sikeres legyek. Beszélünk még a suliról, de majd még egyelőre Sejjén. Volt-e bármiféle vízhangja annak, amikor mit tudom én 10-12 évesen kijelentetted, hogy te labdarúgó szeretnél lenni? Volt, aki esetleg csak legyintett, volt, aki már akkor látta, hogy lehet belőled valaki? Hát szerintem abban a korban még annyira nem lehet ugye megmondani az emberről, hogy mi lehet belőle. Igazából a szüleim, a családom mindig támogatott ugye mindenbe, az elszükséges feltételeket megkaptam tőlük, amiért ugye nagyon hálás is vagyok nekik, és hát most szeretném ezt a kölcsönt úgymond visszaadni nekik a pályán nyújtott teljesítményemmel. Ha azt kérdezem tőled, hogy az első nagy siker, amire visszaemlékszel, akkor mi volt számodra az első nagy siker? Akár egy szereplés, akár egy jó védés, egy eredmény, melyik számított az igazából első nagyobbnak? Igazából nagyon szerencsés korosztályba születtem, illetve nagyon jó csapatunk volt akkoriban, és ott a 2000-es évek környéken igazából Magyarországon talán az egyik legjobb csapatot alkotta a meccsek góliát, és tényleg ebből olyan játékosok kerültek ki, ugye, mint a Korcsmár Zsolt, aki most már válogatott, ugye a Nagy Olivér, aki most jelenleg is csapattársam, Frank Ricsi, aki most Tatabányán van, de előtte ugye az MTK-ba már bemutatkozhatott az NB1-be, vagy a Fellai Jocó, aki most Pápára került, és mi akkor ugye országos tornákat nyertünk. Főleg a legkellemesebb emlék az, azt mondom, egy ilyen McDonald's-os tanévzáró volt, ami egy felejthetetlen élmény, tehát több mint 1000 ember volt jelen a döntőn, és fantasztikus hangulat volt, és nyertünk 5-4-re
a Vasas Pasaréti iskola ellen, azt hiszem, tehát nagyon, nagyon jó élmény volt az nekem is, és az meghatározta a későbbieket is. És a következő nagyobb sikerek, amikor már kicsit kezdtél felnőttebbé válni? Hát az ugye mindenképpen az, amikor az első MB2-es mérkőzésemet játszottam itt Pécsett, még a Botos Antal edzősködése idején a Zalaegerszeg második csapata ellen az utolsó fordulóban lehetőséget adott nekem. Úgyhogy így a felnőtt futballban azt mondom, hogy az volt az első meghatározó élmény, aztán természetesen nagyon fontos volt az, amikor Kis László idején ugye megkaptam a bizalmat a Kozár Mislány ellen, és ott kellett élnem a lehetőséggel. Ez egy emlékezetes időszak volt, ugye ez a második forduló volt, amikor beálltál első számú kapusként a kapuba, mert ha jól emlékszem, akkor abban az időszakban Sólyom Csaba volt az első számú kapus, és ugye egy kisebb hibát védett mennyire az első mérkőzésen, és akkor igazából onnantól kezdve egészen a bajnokság végéig, és napjainkig is ma így ugye te vagy az első számú kapusa a PMFC-nek. Hogy emlékszel erre az időszakra vissza? Megmondom, úgy indult neki a szezonnak, hogy te második számú kapus leszel, és többnyire ugye padozni fogsz. Hát igen. Nem így alakult. Hát igen, én egyértelműen úgy gondoltam, ugye én akkor jöttem vissza Barcsról, ahol kölcsönbe voltam egy évet, és mivel a Csabi jó formában is volt, és Laci Bával már régről ismerték egymást, én elfogadtam azt a felállást, hogy ugye valószínűleg ő fog védeni. Aztán engem is ugye meglepett, hogy az első forduló után, ami ugye Csabinak bal szerencsésen sikerült, ugye megkaptam a bizalmat a második fordulóban, és hát tényleg nagyon izgatott voltam, és nagyon égett bennem a bizonyítási vágy, és hát szerencsére ott sikerült nyernünk 1-0-ra, és így bent ragadtam a kapuba, és a hátralévő fordulókba is én védhettem. Beszéltünk már itt jelenleg is volt csapattársakról, egy kicsit az edzőket is említsük meg, kinek a kez alatt kezdted a pályafutásodat, illetve kik voltak azok, akikkel dolgoztál együtt eddig? Igen, hát a Mecse Góliátban ugye Erdély Károlyjal kezdtem én a közös munkát. Ezzel párhuzamosan Sejjén Szalóki Dániel volt így az iskolai csapatnál az edzőm. Aztán ugye, ahogy a különböző korosztályokban léptem előre, úgy Bagoly Árpád, Turi Zsolt, Herke Imre, Udvardi Zoltán, Nagy Gábor, Botos Antal, Márton Gábor, Schneider Gábor, tehát azért elég sok edzővel dolgoztam a pályafutásom alatt, aztán ugye a felnőtt világban pedig volt edzőm Mészáros Ferenc, Barcson, egy érdekes felállás volt, hiszen a második számú kapusunk lett utána, miután Mészáros Ferenccel szerződést bontottak a vezetőedzőnk Kutkó Gábor személyében, és ugye Pécsen pedig Kis László, és újra Mészáros Ferenc, majd pedig Minkoli Vér, és most ugye Subka Attila, de emellett ugye nagyon fontos szerepe volt az én karrieremben a kapusedzőimnek. Ugye idősebb Bugyai Zoltánnal én nagyon sokat edzettem a gyerekkoromban is, meg fiatalkoromban is. Ugye az ő munkáját folytatta gyakorlatilag a fia Bogyai Zoltán, aztán amikor Barcson voltam, akkor a komolyan B1-es múlttal rendelkező Tóth József volt a kapusedzőm, és hát az idei évtől pedig Babócsi András látja ezt a feladatot. Reméljük, hogy nem hagytunk ki senkit. Hát én is nagyon remélem. Beszéljünk egy picit magáról, a kapus szerepről, mennyire hálátlan szerepez egy-egy mérkőzésen. Azt tudjuk, hogy nagyon, hiszen toppon kell lenni ugye 90 percig, és hogyha az ember nagyokat véd, akkor azt mondja, hogy ez a feladata. Hogyha bebecsúszik egy hiba, akkor már mindjárt előveszik, és azt mondják, hogy na, lepkézett egyet a kapus. Mennyire, hogyan kezeled ezeket a helyzeteket, mennyire érzed ezeket a dolgokat át? Akár hát, mérkőzések után. Igen, hát nagyon nehéz ugye mi szerepünk, hiszen ugye azt mondják, hogy posztok hátrafelé jönnek, ugye egyre nagyobb ugye az embernek a felelőssége, és egyre inkább felértékelődnek a hibák. Ugye ameddig a csatár kihagyhat 4 helyzetet, de az 5-et berúgja, és azzal nyerünk, akkor ugye mindenki a mennybe emeli, ha viszont a kapus véd
4-szer, de az ötödikre meg hibázik egyet, akkor ugye rajta elmehet a meccs, úgyhogy hát sajnos ezt az utóbbi időben én is megtapasztaltam, hogy ugye volt egy-két olyan hibám, bizonytalanságom, ami okozott egy-két álmatlan éjszakát, de úgy gondolom, hogy ilyenkor minél többet kell edzeni, a munkában hiszek én is, úgyhogy ez átlendít a nehezebb periódusokon, és ilyenkor mindig próbálok fejbe kicsit jobban felpörögni, és még inkább motiválni magam annak érdekében, hogy a következő mérkőzésen tudjak javítani. Munkád elismeréseként ugye kaptál már meghívót válogatottba is, az U21-es válogatott tagja vagy. Az első meghívó készhezvétel, ez milyen érzés volt? Nagyon jó érzés volt, ugye én eddig nem voltam a korosztályos válogatottak tagja soha. Igazából ugye, amikor az MB2-ben voltunk, és Kis László volt az edző, akkor ő mondta, hogy megpróbált beajánlani a Rótantalnál, és ennek az eredménye volt az, hogy volt egy ilyen összetartás, ahol igazából elég sok játékost megnéztek, aki addig nem volt a válogatott keretek tagja. Ebbe tartoztam bele én is, és szerencsére sikerült meggyőznöm a szövetségi edzőt azzal a teljesítmény, amit ott nyújtottam, és a későbbiekben már rendszeresen gyakorlatilag kaptam a meghívókat. Igazából nekem pekem volt abból a szempontból, ugye, hogy két olyan kapus van előtte ebbe a korosztályba, a Gulácsi Péter és a Megyeri Balázs személyében, akiket gyakorlatilag lehetetlen kiszorítani, tehát ők jóval előrébb tartanak ugye a pályafutásukban. Úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó alkalmat biztosítottak azok az összetartások, amikor velük lehettem együtt, hogy tanuljak tőlük, mert tényleg van mit. De nézhetjük ennek a pozitív oldalát is, hogy nagyon-nagyon jó a kapusnevelés Magyarországon. Minek köszönhető szerinted ez? Hiszen a válogatott szereplését ismerjük, ugye most már hosszú-hosszú évtizedek óta nem sikerül kijutni egyetlen egy nagyobb világversenyre sem. Reméljük talán, hogy most majd ez változik. De valahogy a kapusaink azok mindig jók voltak, mindig ugye nemzetközi csapatokban is játszottak, Magyarországon is ugye kiváló kapusaink vannak, voltak, és reméljük lesznek is. Minek köszönhető ez szerinted? Hát érdekes dolog, ez ugye a kapus poszt az egy kicsit eltér ugye a fociban a mezőnyjátékosokétól, hiszen ez egy egyéni poszt gyakorlatilag. A csapat részei vagyunk, de ugyanakkor mi mégis mondhatni, hogy szinte külön készülünk, kicsit más világot élünk, tehát... Igen, ezt szokták mondani, hogy egy kapus az olyan, mint egy együttesben dobos, az mindig valami, tehát kicsit ilyen külön figura, mindig egy kicsit ilyen magának való, mennyire igaz, hogy így akár a társak így kezelnek, vagy mennyire érzed magadon ezt? Ja, azt nem érezném, hogy a társak esetleg különből kezelnének, mint a többi csapattársamat, viszont hát persze mi ott egyedül vagyunk, tehát én nagyon nem számíthatok más segítségére akkor, amikor esetleg hibázok, tehát igazából ez teljesen olyan, mint hogyha nekem ott a 16-oson belül egy külön kis világom lenne, amiben nekem minél jobb teljesítményt kell nyújtani. És hát még az előző kérdéshez visszakanyarodva, szerintem azért Magyarországon vannak olyan jól felkészült kapusedzők, akik ugye megfelelően fel tudják készíteni a kapusokat, akár már gyerekkortól egy jól kialakított szisztéma szerint, és szerintem ennek köszönhető az, hogy kapusposzton nem nagyon vagyunk hátrányban a világ elithez képest. Minden mérkőzésre ugyanúgy készülsz, vagy minden ellenfél ellen másképpen te is van, hogy mit tudom én, megnézed a csatárokat, vagy hogy mit várhatsz tőlük, távoli lövéseket, közeliket, vagy hogyan készülsz egy mérkőzésre? Vannak esetleg ilyen bevett szokások, kabala, vagy bármilyen? Persze, meg vannak az én saját kabaláim is, vannak olyan dolgok, amiket minden meccs előtt azért figyelek rá, hogy megcsináljak. A másik rész pedig az ellenfélre való rákészülés, az most az idejében annyival egyszerűbb, hogy van egy olyan elemző programunk, amivel
a csapatoknak az összes mérkőzését meg tudjuk tekinteni, úgy is, hogy jelenetekre vannak bontva a mérkőzések, és ezáltal nekem is könnyebb például felkészülni belőlük. Most gondolok itt arra, hogy külön vannak szedve, hogy az ellenfél szögletei, szabadrugásai, lövései, tehát ezek a dolgok azok, amikre én is könnyebben fel tudok készülni ezáltal. Mikor érzed azt, hogy amikor lehet, hogy nem tőled kellene kérdezni, de most te vagy itt, mikor érezheti azt szerinted egy kapus, hogy ő beérett igazából ezen a poszton, hiszen azért tovább tart egy kapus pályafutás, mint egy focista pályafutás, ugye? Gondoljunk csak Edwin Fandersára, ugye, aki 40-41 évesen vonult vissza, ha jól emlékszem. Tehát hány év múlva lehet azt mondani, hogy akár egy kapus pályafutása csúcsán lehet? Hát ez biztos, hogy nagyon nehéz megmondani, ugye mi szerintem alapvetően is kicsit ilyen munkamániások vagyunk, és örökké elégedetlenek, úgyhogy emiatt szerintem soha nem fogjuk tudni azt mondani, hogy na most aztán ez a csúcs, és innen már nincs feljebb, illetve hát nem is szabad szerintem, mert akkor az ember ugye megelégedik saját magával, és az nem szül jót. Úgyhogy hát az biztos, hogy nekem is még jó pár év kell ahhoz, hogy azt mondhassam magamról, hogy tényleg egy kiforrott kapus vagyok, és olyan tudás birtokában vagyok, ami már tényleg olyan, azt érezteti velem is, hogy odaértem, ahova szerettem volna érni. Nem szeretnék segíteni a lendő ellenfeleken, de hogy érzed, hogy mi az, ami még, miben kéne még fejlődnöd? Hát nagyon sok dolog van természetesen, hát igazából az összes összetevőjében ennek a dolognak lehet előrelépni. Most nem szeretnék igazából kiemelni semmit, mi azon vagyunk a kapus edzőmmel, hogy azokat a hibákat, amik ténylegesen megvannak, azokat minden előbb kijavítsuk. Én próbálom megfogadni az ő tanácsait, észrevételeit, és annak a fényében edzeni, mérkőzésen annak a fényében dönteni, cselekedni. Beszéljünk arról, amit általában minden mérkőzést körül szokta zengeni, sajtóról, tévéről, minden egyéb másról. Beszéltünk arról, hogy teljesen váratlanul kerültél ugye be a csapatba, mint első számú kapus, és maradtál is hosszú ideig, és akkor tényleg minden héten rólad lehetett olvasni az újságban, és mindenki rólad beszélt. Hogy éltette ezt meg, hogy egyik pillanatban még igazából nem nagyon beszélt rólad senki, és kispadozol, aztán pedig első számú kapusként szerepelsz, és mindenki úgy tekint rád, mint a válogatott jövőbeni hálóőre. Ezt könnyű volt feldolgozni, nem foglalkoztál vele, azért te is olvasgattad az újságot. Persze, én is olvasgattam, és nagyon jól esett az, hogy ilyen pozitívan nyilatkoznak rólam, illetve vélekedtek rólam. Nekem ez mindenképpen egy nagyon fontos visszajelzés volt annak fényében, ugye, hogy tényleg a semmiből kerültem igazából be a foci körforgásába, illetve az NB1-es életbe. Ugyanakkor annyira nem jelentett ez nekem nagy problémát, mivel én úgy gondolom, hogy folyamatosan szépen haladt előre a pályafutásom, tehát olyan nagy ugrások nem voltak benne. Szerencsére eddig minden állomás helyemen tudtam stabilan védeni, tehát ez mindenképpen nagyon fontos volt nekem ahhoz, hogy most, amikor gyakorlatilag oda kerültem az NBA egy kapujába, akkor jó teljesítményt tudtam nyújtani. Volt, aki így a földön tartson, vagy nem volt ilyenre szükség? Tehát te magadban ezt tudtad kezelni? Én úgy gondolom, hogy tudom ezt magamba kezelni. Nem hiszem azt, hogy én elszállnék egy sikeres meccstől, vagy sikeres félszezontól. Igazából szerintem én nagyon kritikus is vagyok magammal szemben, tehát nincs erre szükség, de persze a családba is, illetve edzőim, vagy akár csapattársaim is ebbe segítségemre tudnak lenni, hogyha esetleg úgy adódna, de szerintem ettől nem kell tartani. A legnagyobb kritikusokat a családba kell keresni, vagy edzők környékén, vagy kik a legnagyobb kritikusok? Hát változó igazából.
Szokott ilyen lenni a meccs után, otthon azt mondják, hogy na, persze, dinikén. Persze, tehát van, hogyha kikapunk, akkor nem szívesen jövök le a vasárnapi családi ebédhez, mert akkor ugye végig ez megy, hogy megint mi volt tegnap, de hát igazából ugye legfontosabb az az, hogy az edzője mit mond az embernek, úgyhogy én is ezt tekintem a legfontosabb, illetve a legkomolyabb kritikusomnak, hogy az edző mit mond. De hogyha a másik oldalát nézzük, és még egy sikeres mérkőzés után vagytok, azért ki tudsz rúgni te is a hámból, tehát akkor buli van? Ha buli van? Hát nincs buli, tehát profik vagyunk, úgyhogy nem. nem, tehát most úgy vagyunk vele, hogy odafigyelünk arra, hogy tényleg olyan kép alakuljon ki rólunk a szurkolókban, hogy számunkra is a paci az első, és tudjuk azt persze, hogy mikor van ott a hely egy kis lazításnak, de most alapvetően az életforma van, hogy most a foci az első, és a buli pedig az majd marad a szünidőre, tehát a téli és a nyári hónapokra. Nem akarok rossz májnak tűnni, de mikor voltál utoljára vasárnapi családi ebéden? Hiszen mostanában nem sok babértermek. Hát az ebéd az attól függetlenül megvan, csak hát ugye sajnos nem az a jó hangulatú az ebéd, de hát most ezt el kell fogadni, azon dolgozunk ugye, hogy minél előbb kilábaljunk ebből a hullámvölgyből. Úgy gondolom, hogy a csapatnak megvan a potenciálja arra, hogy tényleg minél előbb a győzelmek útjára lépjünk, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy már akár hétvégén a Pápa ellen sikerül begyűjteni a 3 pontot, és akkor az ad nekünk egy olyan lendületet, ami fordulókon át ki fog tartani. Maradjunk akkor a jövőnél, hogyan tervezed a további pályafutásodat? Azt rebesgetik a városban, hogy nem sokáig leszel Pécsen. Mit jelent számodra a klubhűség? Esetleg, hogyha a nemzetközi porondon kapsz majd lehetőséget, akkor melyik csapatban tudnád elképzelni magadat? Hát igazából még ugye 2 éves szerződésem van itt, tehát annyira nem érdemes ezzel foglalkozni. Úgy gondolom, hogy a klubvezetés, illetve a tulajdonos úr is úgy áll jelenleg a dologhoz, hogy nem vagyok eladó jelenleg. Tehát igazából a jövőmet ezért is itt képzelem el, illetve hát én azt már mondtam több helyen is, illetve többeknek is, hogy Magyarországon én csak Pécsen szeretnék védeni, úgyhogy ha esetleg a későbbiekben lesz egy olyan külföldi ajánlat, ami mind a klubnak, mind nekem előnyös lehet, és előrelépést jelenthet, akkor azt mindenképpen meg fogom fontolni, de jelenleg nincs erről szó, tehát az biztos, hogy jövő nyárig én a PMFC-ben fogok védeni. Esetleg van példaképed, vagy egy olyan csapat, ami álomszerű lenne, hogyha ott védhetném? Hát álomszerű nagyon sok csapat lenne, de én nem szeretek így álmodozni, mert szerintem teljesen fölösleges. Én reálisan látom a képességeimet, azt, hogy esetleg meddig juthatok el, úgyhogy én emiatt nem is szeretnék ilyen álmodozásokba belemenni. De mondjuk, hogy egy kollégának a nevét, Gulácsi Péternek a nevét említem, akkor... Igen, szerintem mondjuk az már neki is álomszerű lenne, hogyha mondjuk a Liverpoolba oda tudna kerülni az első számú kapus posztra. Hát mondjuk egy ilyen, az persze nekem is nagyon megfelelne, de azért ennyire nem hiszem, hogy magasan jegyzett bajnokságba juthatok. Én úgy gondolom, hogy egy belga vagy egy holland szint lehet az, ami nekem úgy megfelelő lehet. Szurkolókkal milyen a viszonyod? Milyen a csapat viszonya a szurkolókkal? Mert a kapus poszt ugye azért is hálátlan, mert ott állsz végül is előttük folyamatosan. Igen, igen, igen. Hát, ilyenkor meghallja az ember egyébként, amit persze, bekiabálnak? Persze, sajnos én ugye hallom ott egyből, hát ugye 10 méterre vagyok tőlük gyakorlatilag, tehát mindent hallok, amiket ők ott bekiabálnak. Hát ugye amikor győzelemre állunk, akkor nincs probléma.
amikor esetleg vesztésre állunk, akkor pedig hát fokozottan bántja az ember fülét az, amit hall. Hát, én úgy személy szerint úgy gondolom, hogy normális viszonyban vagyok a szurkolókkal, tehát én megpróbálok velük is azért kapcsolatot kialakítani. Vannak, akikkel Facebookon szoktam beszélgetni, és ennek köszönhető szerintem az, hogy ugye engem el is fogadtak viszonylag könnyedén, és bíznak is bennem. Hát a csapattal való kapcsolatra pedig annyit tudok mondani, hogy ha nyerünk, akkor ugye minden rendben van, ha meg nem, akkor igazából nincs olyan szurkoló szerintem, aki ne lenne ránk mérges, és ez teljes mértékben érthető is. Úgyhogy hát mindent az eredmény határoz meg, illetve a mutatott játék. Úgyhogy nekünk a pályán kell bizonyítanunk azt, hogy a szurkolók büszkék lehetnek ránk, és érdemes kijönni a mérkőzéseinkre. Rád meg azért lehetnek extrém büszkék, és azért példaértékű a pályafutásod, hiszen nem mondtad azt, hogy én a sportot választom a suli helyet, hanem mind a kettő szépen megfért egymás mellett. Hol tartasz most jelenleg ebben? Hát most már gyakorlatilag a célegyenesben vagyok, mivel most végzem a hetedik fél évet a pécsi közgázon. Ez most a szakmai gyakorlatos, szakdolgozatos fél év, és gyakorlatilag, hogyha minden jól megy, akkor télen akár diplomát is kaphatok. Bár most még van egy tantárgyam, ami hiányzik ehhez, tehát azt majd még vagy a fél év folyamán, vagy akkor a következő fél évben majd teljesítenem kell, de igazából most már úgy érzem, hogy a sulival is nagyjából révbe értem, és akkor így az alapképzésem az meg lesz, a mesterképzésre pedig esetleg, hogyha szükségem lesz, akkor azt majd a későbbiekben tervezem, most megpróbálok minden idegszállammal a focira koncentrálni. Ez jó üzenet lehet a fiatalok számára, hogy bizony megfér a kettő egymás mellett, mármint a suli és a sport. Nagyon szépen köszönöm, Dini, hogy itt voltál, és akkor további sok sikert kívánunk neked. Köszönöm szépen. Kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Sportré. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden várom önöket, természetesen akkor majd más valaki fog ülni abban a székben, addig is minden jót, viszontlátásra.